Az utolsó pillanatig várni kellett a keddi közgyűlésen, hogy a Pécsi Pride-dal kapcsolatos határozati javaslatait ismertethesse az ÖPKDNP frakció vezetője. Kőváry János azt mondta, a belváros teljes lezárása miatt az ott működő vállalkozásokat kár érte, de a lakókat is megviselte a szigorú korlátozás szabad mozgásukban. A vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezzük, amelyik kivizsgálja ezeket a panaszokat, amit a lakosok, illetve a vállalkozók benyújtanak, hogy ezek közül van-e olyan, amiben az önkormányzatnak egyébként van illetékessége, vagy van-e olyan panaszuk, amiben segítségüket tudunk lenni, hogy egyébként jogos kárukat, igényüket érvényesíthessék. Mert nincs önkormányzatnak ez a dolga. Ezen kívül kezdeményezik azt is, hogy a következő ilyen esemény szervezésénél az önkormányzat tegye világossá, hogy a pécsieket csak szükséges és elégséges mértékben lehet korlátozni a felvonulás miatt, amivel nem okoznak nekik károkat. A felvetésekre a polgármester nem megszokott módon reagált. Én nem vagyok hajlandó ebben az öncélú politikai álmokfutásban részt venni, úgyhogy most itt hagyom önöket. A polgármester a kivonulása előtt úszításról beszélt az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezért ment ki. A baloldali városvezetői koalíció nagy része követte Péterfi Attilát. Nekünk nem a rendezvényen van a bajunk, polgármester úr, nem tudom mire, milyen úszításra gondolt, mert a mi oldalunkról senki nem úszított a rendezvény ellen. Mi pusztán ezt az aránytalan nagy terhet, hogy a teljes belvárost műveleti területté nyilvánították. Ezt kifogásolják, ami az üzletek ideiglenes bezárásához, a lakók mozgásának korlátozásához vezetett, mondta a kivonulás után az ellenzéki képviselő. A kiürült közgyűlési teremben még folytatódott a vita az ott maradt képviselők között, de végül érvényes döntés nem született kedd este.